Kedves nézőink és hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket! Párbeszéd az ember vagy avagy egyházak szerep a mai társadalomba című műsorunk alkalmából, és hát tiszteleten nagy szeretettel köszöntöm! Dékány Szigztusz, Dékány Árpát Szigztusz, Rende első számú előjáróját. Én főapátnak mondom, mert végül is azért apát az több is van, de azért a ciszterci rendnek zircen azért az főapátja kell, hogy legyen, ha jó gondolom. Na de hát mielőtt azért átérünk arra, hogy hogy kerültél oda, egy pár gondolatot azért, hogy végül is, ha jól emlékszem, mostán 25 éve, hogy eldöntötted, hogy te ezt a szerzetesi pályát fogod választani, jól tudom? Igen. Hát 1991. augusztusában ö, kezdtem meg a jelölt időt, a július végén, ö, akkor még Nagyvenyimben, Dunaui város mellett, az egykori ö, gazdatiszti kastélyban, ami hát plébániaként működött, és annak a padlás húztuk meg magunkat, még a rend újraindulásának kezdetén. Igen, hát az valóban 25 esztendeje volt, nagyon gyorsan elröppent, de én nem érzem magam azt, hogy öregedtem volna 25 év alatt de ez minden, a dolog. minden látszat ellenére. <laughs> Annál is inkább, mert ugye hát azt gondolom, hogy a szeretes élet nagyon fontos, eh, hogy is mondjam, karizmája, eh, mondjuk így gyümölcse, eh, és talán követelménye is az, hogy az ember megőrizze a lelki és üdességét. Nyilvánvalóan ehhez az embernek a saját maga ereje, saját maga erőfeszítése, saját maga törekvése kevés. Nyilvánvaló, hogyha jó Istennel jóban van, és jó megfogta a kezét, akkor ennek a derűnek a megőrzése a kegyelem által azt gondolom, hogy igazán garantált és, és, és eredményes. Tulajdonképpen, ha jól, ha jól számolok a te születésed időszakát is, 2016-ot, akkor 47. évedbe vagy. Ez igen. az egyik. A másik az, hogy mégis hol születtél, és milyen családi környezetből jutott el odáig a gondolat, vagy más hatásra, hogy ezt a pályát válaszod. Próbálok rövid lenni. <laughs> Bár 47 év az nem egy uh, nagy életút. Hát de hát igen, az ember érzi, hogy az élet útjának a felén már túl van. Én hál' Istennek egy, egy egyszerű, paraszti származású munkás családba születtem. Édesapám, édesanyám szakmunkás képzőt végeztek, és szakmunkásként kezdték el a közös életüket 1959-ben. Házasodtak össze fiatalon, és édesanyám az fodrászként dolgozott, édesapám pedig kereskedőként. Ott Mosó Magyaróváron? Győrben kezdték el, ugye öttevényi születésűek a szüleim, meg a nagyszüleim is öttevényiek voltak, ez ott Győrtől nem messze lévő Igen. falu, régi egyes út mentén, és hát aztán a Győrből költöztek, mikor a közös életüket elkezdték nem sokkal azután mosom magyaróvára ugyanúgy fodrász és, és iparcik háztartási kereskedésben dolgozott édesapám, édesanyám pedig a fodrász szövetkezetben, és oda születtem Mosomba, ez egy, egy sváb település, ha szabad így fogalmazni, mert ugye Altenburg, az Óvár, Wieselburg, az pedig Moson, és a, ugye két városnak az egyesítéséből lett a Moson-Magyarokvár, és a Márnyete. És hát egy kis piarista szellemi központ volt, és van most is. Igen, hát ugye a piaristák most egy kicsit nagyképül lesz amit mondok, egy kicsit hálásak is lehetnek nekem, annak az iskolának a létrejöttében magam is bábáskodtam, és az első munkaszerzéseket még én intéztem amikor még egyházközségi kezelésben volt az iskola, és utána később vették, hát vették újra vissza a És hát ebben a városban születtem, ott nőttem föl, a templomtól 150 méterre volt a lakásunk, úgyhogy mondhatom azt, hogy a plébániával, a templommal a szimbiózisban zárult az én gyerekkorom. Már 5 éves koromban ministráltam és tényleg jól éreztem magam a templomban. És hát bátyám az ugye kilenc éve idősebb, mint én, és ő panonhalmára került, és kisgyerekként nagyon sokszor mentünk szüleimmel látogatni őt, és valahogy nekem is megtetszett, hogy a Pallonhámi gimnázium és monostor légköre, és hát magam is oda törekedtem, és ott érettségiztem, és nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert, mert gyakorlatilag minden anyagi forrásokat lehetőségüket azt bátyámra meg rám áldozták, hogy, hogy a Pannonhámi gimnáziumot elvégezhessük, ott hely tudjunk állni, Ugye a bátyám az Bencés tanár lett, és aztán később a Győri Egyházmegyébe került át. Ma is világi pap plébános és, és oktatási ügyeket intézi a Győri Egyházmegyében. Én magam pedig hát a gimnáziumi érettség után visszatértem Mosonba, egy sikertelen elte földről az biológia felvételi után. Ugye 1988-ban azért még sajnos, vagy nem sajnos, ez most teljesen mellékes, de nem volt annyira jó jó levél sokszor egyetemi felvételi bizottság előtt, ha valaki katolikus iskolából érkezett. Persze a felvételi bizottság összetételétől is függött sokszor ez. Igen. És akkor dolgoztam, katonai szolgálatot részben elvégeztem, és civilként a győrész szemináriumban az első laikus civil hallgatók egyike lehettem. Ott kezdtem a teológiát, és egy év teológia elvégzése után, májusban, 1991. májusában jelentkeztem Kerekeskára Japáturnál, hogy szeretnék ciszterci lenni. Ráadásul ugye az az atya, aki Mosomba káplán volt, az mondhatom így, hogy... Kriptociszterci-nek nevezhető, hiszen ciszterci novíciusként érte őt a rendi feloszlatás, de a szívében mindig megőrizte ezt a lelkületet, és ő nagyon szerette a mi családunkat, ő keresztelt meg engem, később a Birma keresztapám, a családunknak rendkívül jó kapcsolata volt vele, tehát az ő személyén keresztül kötöttem én igazából a ciszterci rendhez, sőt a bátyám is ciszterci lett volna, 1979-ben a ciszterci rend mind olyan létezik és működik. Uh, Úgyhogy tulajdonképpen a, a rendhez így uh, terelt engem a jó Isten a Bérmapámon keresztül, meg a bencéseken keresztül. Szóval tulajdonképpen érdekesen, mondd hogy, mondasz, hogy egy, egy kereskedelem és a szolgáltatásba dolgozó házaspár, két mondhatnám papot adott szolgálatba, ami egy óriási nagy dolog volt, különösen abban az időszakban és ennek én örülök az, hogy végül is téged azért ez a bencés rendi, gondolom ekkor volt a szennai korzenszki duó, amelyik akkor ott, hogy is mondjam, hát a, az apátságnak vezette, és őt hát a Rihárd atya, gondolom, tanított is tovább. Igen, hát én a bentéseknek nagyon hálás vagyok. Rihárd atya igazgatója volt a gimnáziumnak, amikor én Igen. diák voltam, tulajdonképpen ő vett föl a gimnázium tanulói közé. Magyar tanárom is volt három esztendőn keresztül, úgyhogy a magyar nyelv és irodalom érettségét ezt az ő színe előtt és az ő szigorú tekintetének kíséretében tettem le, és nagyon hálás vagyok neki, rengeteg verset megtanultunk, mert meg kellett tanulni. De, orosz de nem, nem tanított? Orosz nem tanított nekünk, szerencsére. De, <laughs> mert a szakja másik igen, szakja az orosz. De, de az irodalmat azt, azt úgy tanította, hogy, hogy tényleg magunkba tudtuk hogy így mondjam, integrálni a, azt a szemléletet, amit ő az irodalommal nekünk bemutatott, és, és óriási műveltséget kaptunk tőle. Tehát így utólag most már több mint 25 év az érettségi után az ember ezt nyugodtan mondhatja. És hát és nagyon hálás vagyok természetesen osztályfőnökömnek is, az Ambrus atyának, Pintér Ambrus atyának. Nem voltam jó matekos, nem voltam jó fizikus, de azt az emberséget, meg azt a fajta közvetlenséget, nagyvonalúságot, amit, meg műveltséget, amit ő is képviselt, hát azt, azt, azt mindjárt nagyon-nagyon sokszor emlegetjük az osztálytársaimmal együtt. És hát nagyon hálás vagyok Várszegi atyának, aki, aki gimnazistaként gyóntatom volt, aztán mikor papás szentelt, ő volt a szentelőpüspököm, és amikor az első új misémet, szent miséimet bemutattam a Mosoni templomban, a szülőhelyem, plébánya templomában, akkor pedig ő volt az új misés szónokom. Tehát ilyen értelemben abszolút lekötelezettje vagyok a, a bencés <laughs> igen. <gül> hát igen, végül is biztos, hogy ha nézted a a eddigi műsorunkat. Ez egy kicsit vallási ismeretterjesztő műsornak is szántam, amikor egy-egy személyiségeken keresztül megismerni egy-egy, mondjuk egy-egy szerzetesen tevékenységét. Hát így volt Korzenc Kiriárd is már itt, meg Kozma Imre, a ápoló, a irgalmas rend. Rupusz atya, aki egy kicsit a piaristákról is beszélt, és legutóbb pedig egy ugyan világi ember az orsóitákról, Szent Orsója rendről is. Úgyhogy egy pár gondolatot mondja, hogy gyakorlatilag a ciszterci rend alakulása, és ennek a kis történetisége, és hát ennek magyarországi megjelenéséről egy pár. Mielőtt belemegyünk majd a te tevékenységedbe is, de hát ez a nézőknek és a rádióalgatóknak talán nem bár, árt, ha tudják, hogy végülis milyen rendez. Miért fiatalabbak vagyunk, mint a bencések, mint egy 600 évvel. Tehát ilyen, hogy mondjam, dimenzióba kell gondolkodnunk, hogy a több mint 1500 éves bencés regula és rendi lelkület után több mint 900 éves ciszterci megreformált bencés lelkületről beszélhetünk, amikor a, a cisztercieket szóba hozzuk. Alapítónknak és, és a rend legemblematikusabb ö, ö, szentjének egyéniségének, személyiségének mondják ö, Szent Bernátot, Klervói Szent Bernátot, egy burgundiai nemesi család ö, sarja, aki, aki, hogy így mondjam, valami hasonló módon, mint annak idején Szent Benedek szakítani akarta korszellemmel, azzal a világgal, amelyben szocializálódott, amiben nevelkedett, valami, valami, egészen újat és, és tartalmasabbat keresett önmagában, és, és így lelte meg ezt az utat, amelyet aztán vállalt, és tulajdonképpen felvirágoztatta, és egy óriási szellemi, lelki, jelentőségűvé tette a Ciszterci rendet az akkori Európában, tehát a 12.-13. századról beszélünk. De természetesen a rend nem Szent Bernát révén jött létre, hanem Szent Róbert Molém nevezető szintén franciaországi monostorból származó Róbert egy, egy reform kezdeményezéssel állt elő. Ugye a klüni bencések, hogy így mondjam, egy kicsit elkényelmesedtek, legalábbis az ő felfogása, akkori felfogása szerint, és, és ő vissza akar térni a regulának a, a hitelesebb, az eredetibb, ha tetszik, radikálisabb megéléséhez. És így indul el az ő reformmozgalma, amit aztán később legitimálnak, és megengedik neki, hogy ezt legálisan tegye. Úgyhogy tulajdonképpen így indul el a bencéseknek egy reformközössége, és aztán ebből alakul ki Szitó, ma így hívják franciául, Latinul Cistercium, amely egy földrajzi helyi megölés volt tulajdonképpen, egy völgy, <coughs> ahol megtelepedik ez a reform közösség és megkezdi a saját életét, és a cisztercium földrajzi elnevezésből származik a ciszterci rendi elnevezés is. És akkor hát utána jön még Alberik, apát, illetőleg Harding Szent István, egy angliai diplomata, aki, hogy így mondjam, elakad szitóban, megismeri az ottani közösség életét, úton hazafelé Angliába, és nem is tér vissza eredeti hivatásához, hanem ott marad, és aztán ő lesz a harmadik nagy apátja az alapító atyáknak. És aztán ezt követi, vagy ezzel párhuzamosan jelenik meg Szent Bernát, aki pedig egy óriási, ahogy mondottam, szellemi lelki lendületet ad a rendnek. Mondhatjuk azt is, hogy, hogy Szent Bernátnak egy sajátos misztikuma, adja meg az igazi arculatát a rendi közösségnek, a rendi lelkiségnek. E, így hát aztán e, őt tekintik tulajdonképpen a, a lelki spirituális értelemben az igazi karizmatikus alapító atyának. De természetesen a, a carta caritatis, ami mondjuk így alapokmányunk, uh -huh. az ugye Harding Szent István apát idején keletkezik, amelyet máig haszonnal forgatunk, és tulajdonképpen a mi, a mi rendi lelkiségünknek az alapvető alkotmánya és paramétereit rögzíti. És aztán ez a, ez a ez, ez, egy óriási fejlődésnek indul, gyakorlati szempontból is óriási jelentősége volt, mert, mert mind az építészetben, mind a szentírás tudományban, mind a mezőgazdasági innovációban óriási lendületet adtak az akkori Európának és az egyházi as életnek. Csak néhány példát hadd mondjak, mert talán a kedves nézők és hallgatók számára nem annyira nyilvánvaló a, vagy milyen vívmányok ezek. A belterjes állattenyésztés, tehát az, hogy, hogy istálóban tenyésztik az állatokat, vagy éppen az édesvízi hal termelés az édesvízi haltenyésztésnek a, 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 az elindulása. De mondhatnám azt is, hogy a, hogy a, a vízölbítéses WC-nek a, a kivitelezése, megalkotása és a cisztercieknek köszönhetően Egyetlen ciszterci monostor sem pusztult ki azért, mert bármiféle ragály, fertőző betegség ártott volna neki. Az építészetben pedig hát a mai napig láthatjuk ennek a nyomait itt Magyarországon is, hát Béla Pátfalva ősi gótikus kora, gótikus ciszterci templomát említhetném, de például ciszterci, olaszországi ciszterci kőfaragók mesterek dolgoztak a Panonhami Bazilika építésekor is az 1200-as évek elején, amikor Apát elkezdi építeni a Panonhami Bazilikát. Tehát azt mondhatom, hogy, hogy letették a kézegyőket a ciszterciák az akkori Európában. Aztán jön ugye egy, egy hanyatlás. Itt Magyarországon 1142-ben jelennek meg a ciszterciák. Bátaszéken a, a található az első ciszterci templom, monostor, attól nem messze van ugye Báta Apátia, ahol, ahol, a, a bátai Báta Japátság, a bencések is letelepedtek. Uh, és aztán 1182-ben... Alapítják, alapítja meg harmadik Béla király ugye Zircet, és elsősorban az a hivatása a cisztercieknek itt a Kárpát-medencében, amikor behívják őket Burgundiából, hogy, hogy az uralkodó a nemzetért imádkozzanak, és, és, és egyfajta lelki hátteret, támogatást adjanak az uralkodóháznak, a nemzetnek. Ugye 1182-ben az írci apátságot éppen Klervóból, tehát Szent Bernát, által alapított monostorból hozzák létre, ezért aztán Zircet az úgy is nevezik, hogy Nova Clara Vallis, uh -huh. tehát az új fényes völgy, az új Klervó, úgyhogy, hogy így mondjam, mi uh, Szent Bernát monostorának testvérei vagyunk. Ma Klervóban a Klervó japátság helyén egy börtön van, uh -huh. sajnos. Uh, ahol egyébként másték, Szent Pál pápa, pápa merénylőjét is őrizték jó néhány éven keresztül egy meglehetősen szigorú börtön. Lehet látogatni a monostornak bizonyos részeit, de hát ma már ott a szeltes életnek híre hamba sincsen. Szitóban ellenben ma is ott vannak a cisztercét testvérek, trapisták, ugye a trapista sajtról talán a kedves nézőknek, hallgatóknak ismerős ez a név. Uh, tehát a sajtgyártás is például egy nagy vívmánya a rendnek. de ahogy mondottam, az egyháziasságban is szerepet vállaltak. Bernát rajna menti akkori középkori zsidó pogromok letörésében, konszolidálásában részt vett, részt vett keresztes hadjáratra való fölkészülésben, toborzásban, tanácsadója volt pápáknak, számos egyházi belső konfliktust igyekezett a maga bölcsességével és, és imádságos lelkületével, hogy így mondjam, kiigazítani. Tehát abban a korban, amikor ő él, az ő személye szinte megkerülhetetlen volt Európában. Szenzációs, megmondom őszintén, nagyon köszönöm azt, hogy ezt elmondtad, mert az az érzésem, hogy a nézőink nagy részeinek lehet, hogy fogalma sincs arról, aki nem foglalkozik a szerzetes rendek történetiségével, hogy végül is itt mi hogyan alakul. De az is érdekes lehet, nem beszéltél róla, hogy végül is valahol mikor vált tanító Magyarországon egy nagy törés következik be, 15. század vége felé nagyon elgyengülnek a Kárpát-medencei közösségek. Ennek több oka lehetett. Az egyik jelentős oka talán az volt, hogy, hogy mind francia ajkúak voltak, akik ugye bejöttek a Kárpát-medencébe, és így nem volt megfelelő utánpótlás. Aztán persze Franciaországban, Nyugat-Európában is egy kicsit meggyengült a hivatások száma, megjelennek újabb szeretes rendek is, hogy a domonkosok, ferencesek, tehát így mondjam, szélesedik a paletta. Biztos ez is egy kicsit szerepet játszott a hivatások csökkenésében. Tehát amikor a török beteszi a lábát a kárpán medencébe akkor már nagyon gyenge közösségekről beszélünk, több monostor már akkor néptelenné vált de a török idők miatt nem is tudott újra népesedni, újra indulni, és az 1700-as évek elején, 1600-as évek végén próbálják Lilienfeldből, Ausztriából a újra újraéleszteni az írci apátságot, ez nem sikerül, és akkor Poroszországból, ma Lengyelországighoz tartozó Sziléziából érkeznek ciszterek, Henrikhauból, ma úgy hívják, hogy Henrikov, Uh -huh. és, és ők indítják újra a ciszterci életet, és tulajdonképpen 1700-es évek közepére áll a templom, áll a monostor egy jelentős része, a birtokok visszaszerzése is folyamatban van, és tulajdonképpen a, a század végére válik aktuálisra, hogy, hogy valamiképpen a, a, magyarországi ciszterciek, akkor már egyre több magyar ajkú, magyar születésű, magyar nemzetiségű ciszterci is megjelent a közösségben, addig jobbára csak poroszok, tehát német ajkúak voltak e, itt Magyarországon is. És hát az 1800-as évek elején Dréta Antal az első magyar származású apát a török időket követően, meg egyáltalán a rend magyarországi történetében ő volt az első magyar származású, magyar ajkú apát. Dréta Antal az, aki veszi a bátorságot, hogy a volt jezsuita is kulákat átvegyük, és ott az oktatást tovább folytassuk. Ezt maga az uralkodóház is támogatta, és így kerül sor arra, hogy a bencések mellett a ciszterciek azok, akik még átvesznek jezsuita kollégiumokat, így a pécsi jezsuita kollégiumot a Széchenyi téren a, ma a mai Nagy-Lajos Gimnáziumot, aztán a, a székesfehérvári Jezsuita kollégiumot és Jezsuita templomot a főutcán, és hát Egerben szintén Jezsuita kollégiumát vesszük át az érsekség épületétől, nem messze található ma is a templom és az iskola épület. És így indult tulajdonképpen az egyházi oktatás. Aztán később még rávesznek bennünket arra, hogy alapítsunk két új intézményt, hogy építsünk Baján egy iskolát, illetőleg ezt követően pedig hát itt Budapesten a Villányi úton oh, yeah. építsük meg a Szent Imre templomot és, és, és a Szent Imre gimnáziumot. Ez már a rendek a saját kezdeményezése, hogy így mondjam, bátorságán múlott tulajdonképpen. És hát ezt, azt azért tudni kell, hogy hogy a budapesti oktatási megjelenésünknek óriási nagy támogatója volt Glébeszber Kuno, Maga vitéz horti Miklós is részt vett az iskola átadásán. Indulásánál jelen volt, tehát egy óriási társadalmi-politikai támogatást élvezett a rend már az akkor látható eredményei okán. És hát mind a mai napig, hál' Istennek, ezek az iskolák újra a lehetnek, és újra működhetnek, és azt is hadd mondjam el, itt a nézőknek, hallgatóknak had mondja el, hogy a tíz legjobb egyházi iskola között a, ott van a Szent Imre gimnázium, a Villányúton, ha jól tudom, akkor most éppen a negyedik helyen állunk, ebben a tízes rangsorban. E, azért azt tudni kell, hogy több mint 700 középiskola van Magyarországon, e, és száznál több egyházi középiskola is. Úgyhogy ez egy nagyon jelentős eredmény a mai világban, és nagyon hálás is vagyok azért, hogy ha nem is ö, a ciszterciek ö, tanítanak már jobbá ezekben az intézményekben, hiszen csak a lelki vezetést és irányítást próbáljuk ellátni a magunk lehetőségeihez képest a legjobban, a civil. Ö, a mi lelkiségünkkel elkötelezett, azzal szemben elkötelezett civil tanerők, nagyon lelkiismeretes odaadó keresztény munkája az, ami ide vezetett. Igen, hát örülök neki valóban, hogy a 91 évű, úgynevezett 32-es törvénye volt egy hálingatlan tulajdonrendezés kapcsán a ciszterci rend nem mondott le egyetlen egy volt intézményéről. Éppen azért, hogy ezek, amiről beszélt ennek a szellemiségét újra kell éleszteni, és hát ebbe tudom, hogy te a Szent Imrébe is tanítottál, meg hát ott is, ahol én is jártam a Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumba. Úgyhogy végül is mm, számomra is fontos volt, meg hazakar hát Polikárt akkori későbbi generálissal való tényleg jó személyes kapcsolat is, azért mindig érdekelt, hogy a sziszerek, annak ellenére, hogy a bencések, meg a piaristák, meg, meg más rendek is szoros kapcsolaton volt, van is, hogy végül is itt az emberek picit magáénak érezte, hiszen abban a kollégiumban laktam én is, ami akkor még a Nagy Lajos Gimnázium kollégiumként, de hát végül is előtte sziszercirend működött. Odaig jutottunk, hogy végül is végeztél, és felszenteltek. Mi volt az első állomásod? Pécsre kerültem. Tehát gyakorlatilag a, a papás szentelésem előtt már, az örök forradalom hat követően, én azonnal lekerültem Pécsre 1996-ban. És hát tulajdonképpen ott töltöttem valójában 10, 13 évet. 13 tanévet, hogyha egészen e, precíz akarok lenni. E, az ottani atyák, Marosi Cézár és Arató Orbán atyák két e, hogy is mondjam, öreg titán mellé e, kerültem, mint egyetlen fiatal. E, nem volt egyszerű, mert ugye egyrészt e, össze kellett csiszolódnunk az idős atyákkal, hiszen 40 év korkülönbség volt közöttünk. Másfelől pedig ugye az iskola akkor még a az átalakulás állapotában volt. 93-ban kaptuk vissza elsőként a Péster, Lajos Gimnáziumot saját fenntartásba, és azért a tanári karnak a kitisztulása egy bizonyos időt vett igénybe. Sokan nagyon nehezen hitték el, hogy a papok képesek arra, hogy ezt az iskolát a régi színvonának megfelelően tudják vezetni és, és működtetni. És bizony számtalan külső, e, suttogó, negatív propagandával is meg kellett küzdeni, ez a beiskolázást is egy kicsit megnehezítette, de én hamar otthonra találtam abban az értelemben, hogy, hogy jól megtaláltam hangot a gyerekekkel, a tanárkollegák többségével is, és az én jájánlétem, illetve az idős atyáknak a, a bölcsessége, ez egy olyan sajátos adott az iskolának, ami azért egyre vonzóbbá tette. Nem mellesleg, kiváló szaktanárok is voltak az iskolában, akik nem engedték azt, hogy ez a színvonal. Egy mondjam, kis szünetet tartunk most, és utána folytatjuk tovább. Hát még maradjunk Pécset azért. Kedves nézőink is, televízió nézők is, rádió hallgatók, folytatjuk tovább. Főapátúrral a beszélgetést, és hát Pécset folytassuk tovább azért, hiszen számomra a diák évek Pécshez kötődnek, és azért az Hiszterci az ottani tevékenységét. Sőt, a te személyedet is sokszor járok az hiszen még négy testvérem ott él, és azért Dékány Sixtus tanár úrt mindig is a fiatalok nagy szeretettel fogadták. Hogy tudtál ott valóban tényleg egy ilyen 40 év után, mert azért végül is itt egy missziós tevékenység volt, valóban tényleg annak az iskolának egy olyan szellemiséget adni, ami valamikor volt, és végül is Pécsvárosnak egy büszkesége volt az intézmény. Most is azt gondolom én megtapasztalhattam, és, és hogy így mondjam, valahogy a, 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 részemmé vált az a fajta légkör, az a fajta mondjuk így pedagógus viselkedés, amit én panonhalmán tapasztaltam. Ugye a Bence és Regula azért az egy alapvető krisztusi pedagógiai programot is tartalmaz. Maga az apát, ugye, az atya személye, a, a tanítómester, aki tulajdonképpen az övéit, a családját, a közösséget ö, ö, nem csak egzisztenciális, és nem elsősorban ebben az értelemben vezeti és irányítja, hanem nem lelki értelemben is. Tehát példát ad, ö, nyitott, ö, megfelelő empátiával a, a közösség tagjai felé. És ezt a bencés nyilván nyilvánvalóan panonhalmán az ember ö, nem csak hogy érezte, tapasztalta, ebben élt, Másfelől nyilván hát adok a jó Istennek, hogy egy olyan alkattal, olyan személyiséggel áldott meg, amely nem probléma mentes, nem probléma de legalább úgy érzem, hogy van egy olyan fajta készségem, amin keresztül a gyerekekkel, a fiatalokkal, az emberekkel általában viszonylag könnyen megtalálom a hangot, és, és könnyen tudok kontaktust teremteni, és tudok olyan módon viselkedni, szolgálni, hogy az másoknak örömet okoz. És nem, nem utolsó sorban még hálásak is értem, most már így 25 évvel rendbelépésem után látom ennek a és ennek nagyon örülök és hálás vagyok a jóistennek is, meg a tanítványaimnak, és amikor visszaírnak esketti keresztelni, ez mindig nagy örömmel tölt el. Mert akkor előjönnek a régi emlékek, a 10-15 évvel ezelőtti találkozásaink, tapasztalataink, amelyek úgy megmaradtak bennük. Tehát azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen szerencsés a körülmények és a személyem adottságaiból adódó egybeesések nagyon sokat segítettek abban, hogy ott egy jó fajta munkát végezhettem. Hát azt is be kell vallani, hogy nem volt alternatívám, tehát eszik-nem eszik, nem kapnak mást. Én, vo én voltam egyetlen fiatal ciszterci, tehát nem volt más lehetőségük. Aztán később jött még másik rendás Örinc atyám mellém, akkor már ketten voltunk fiatalok, és ez egy kicsit nekem is könnyebbé tette, meg, meg talán vidámabbá, kevésbé aggodalmassá mindennapjaimat jó, ha az ember mellett van egy másik fiatal rendás is, kortárs, aki, aki egyfajta kontrollt, egyfajta tükröt is tart az embernek, tehát nem véletlenül ugye szembenedek az azt javasolja, hogy mindig közösségben legyenek a, 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 szeretesek, mert, mert csak az igazán lelki érettséggel bírók menjenek remetének. Úgyhogy a remete az nem egy alsóbb osztály, az a legfelsőbb osztály a, a spirituális hierarchiában. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon sokat segített, meg hát én sokat tanultam az ottani öreg pedagógusoktól, pontosabban mondjuk inkább így, hogy tapasztalt pedagógusoktól. És hát, ahogy mondottam, én nagyon sokszor bizonyos pedagógiai helyzetekben nagyon sokszor visszajött az, hogy hogyan is oldották meg a Bence és atyák ezeket a szituációkat velünk kapcsolatosan, amikor diákok voltunk a Pavanhámi gimnáziumban. Tehát én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, azt gondolom. És igazából végtérésebben, de regula szellemiségének lehetek hálás, mert annak révén alakult ki bennem egyfajta készség, képesség, vonzalom erre a, erre a szolgálatra, munkára. Ebben éltem középiskolásként, és hát ezt ezt a munkát folytathattam. Úgyhogy a, a szeretességnek, a cisztelző szeretességnek is, hogy ez az egyik legfontosabb arculata, hogy egy olyan családiasságot teremtsen maga körül, ahol jó lenni. Ez a lényeg. De remek kapcsolatteremtő készséged van, végül is itt erről van szó, és ez azért nem mindenkinek adatik meg. Így tud vonzóvá válni, és mindenkivel megfelelő párbeszédet folytatni mindig ő érdekébe. Tehát az empatikus készségeddel együtt ez, ez, ez visszaadja előbb-utóbb hitelességedet és a szeretetedet. De végül is én ezt érzékeltem, amikor Pécset járok. Volt, amikor bementem a Volt gimnáziumba, és akkor látom például, nem minden gimnáziumnál látszik az a tábla, hogy kikre büszkék a az ott lévők és az oda járók is, és mindjárt hogy bemegyünk jobbkész felől. Ott van most már hiszem, két táblára való név is, hogy kik voltak a tanárok, akikkel büszkék azért a nagylaős, illetve a sziszterci rendnek a, a fenntartói, illetve az iskolába járóknak számára is fontos példát adó emberek. Úgyhogy én is találtam ott egy-két olyan tanárt, aki még minket is tanított, és, és örülök neki, hogy hogy végül is ezek a nevek nem vesznek el. Egy érdekes szituáció alakult ki, ugye én ott jártam, az én Iker testvéreim a Lőveibe jártak, a Lővei gimnázium. Ugye az Leán gimnázium volt, ez meg fiú gimnázium volt. És hát a Lővei gimnáziumot visszakérte az a tanító rend, és, és, amikor annak a úgymond első számú vezetője meghalt egy végrendeletet, Zakar polikárt, akkori apát úrnak, az volt a, úrhoz az volt a kérés, hogy vegye át a Sziszterci rend. Hogy alakul ennek a... Végül is jó kezekbe kerül, logikus. Ennek tudom, hogy, hogy eleinte ennek bizonyos jogi és egyéb vitái voltak, mondva, hogy eredetileg a, a város a rendel való megállapodás szerint a 25 évet mondta ki, hogy 25 év után válik vége, egyházi iskolává, addig engedélyezik azt, hogy ott ez a művészetoktatás gimnázium ez menjen. Ennek most milyen fázisába vagytok? Ugye mi mi asszonyunk Kamonok rend de volt a, a, Lővei Lány Gimnázium Pécset. De azt azért tudni kell, hogy a gimnázium Beindításakor a Pécsi Ciszterci atyák kezdték meg a tanítást, hiszen a, a kanonokrendi nővéreknek nem volt tanárerő Igen. kapacitások akkor tájt még, és ennek a leánynevelő gimnáziumnak a, a, a beindításában a Ciszterci korosznál részt vállaltak. A, amikor aztán a, a, a rendszerváltás után a kanonokrend visszaigényelte az épületet, akkor valóban egy 25 éves moratóriumot mondtak ki erre most nem akarok belebonyolódni a különböző történetekben, nagyon tanulságos egy története ez az a, 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 ingatlannak a sorsa. Minden esetre a mi rend részéről azt a nővér, aki maga is sokat szenvedett a kommunizmus alatt, hiszen börtönben is volt, ő lett ugye a főnöknő az újrakezdés után, és elég idős volt már akkor a nővérek közössége, és külső segítséget igényelt a, a lelki vezetése, a lelki szolgálata, a papi szolgálat az iskolában, és így kerültünk mi képbe, hogy Lőrincatya rendtársam és én magam rendszeresen, egyre rendszeresebben ja, átjártunk a, az általános iskolába, ami egy nagyon kicsike kis ö, ö, helyen indult el a Lővei gimnázium és egykori zárda épületében, és tulajdonképpen, hát mi suktunk Jóginéinek, ahogyan Pécset ismerik, Igen. azt mondta a nővérnek, hogy hát gondoskodnia kéne arról, ha ő már nem lesz, és a rend, mint élő közösség nem tudja ezt a az oktató nevelő munkát tovább vállalni, akkor ennek ne legyen folytatása, ne, ne szakadjon félbe ez az újrakezdett munka. És tulajdonképpen volt egy ilyen hallgatólagos uh, háttér, szövetség és megállapodás, még az ő végrendeltét megelőzően, Igen. Uh, és én magam is ott lehettem utolsó óráiban a, a, a haldoklása során Jói néni mellett, uh, és így került a gimnáziumnak a, a sorsa, az az általános iskola és lánykollégi, meg óvoda sors a ciszterci Rend kezébe. Maga az épület pedig, hát ugye a, a város egyik legnívósabb, a Magyarors Gimnázium mellett Igen. az egyik legnívósabb középiskolája működött ebben az épületben aminek a kiköltöztetéséről szó volt. Aztán én felajánlottam a város vezetésnek, amikor 2011-ben hát az apáti hivatalt megkaptam, hogy maradjanak ott, és folytassák ezt a munkát egy szerény bérleti díj ellenében, tegyék rendbe az épületet, hiszen úgy gondoltam, hogy nincsen szükség még egy egyházi középiskolára Pécset, hiszen van egy református iskola is, van egy egyházmegyei iskola is, nem, nem olyan nagy az ilyenfajta lehetőség és igény. A gyerek létszám is folyamatosan csökkent, tehát semmi racionálitása nem volt annak, hogy ezt a, a újabb egyházi iskolai, középiskolai projektet erőltessük, és így tulajdonképpen az egész iskola vita, kiköltözés, bemaradás, intézmény átadás vitája, viharai teljesen elcsitultak, és én azt gondolom, Gondolom, Magyarországon az egyetlen olyan fajta konstrukció ez, ami működőképes, és, és azt hiszem, hogy jó példával szolgál, uh -huh. hiszen, hiszen egy 30 éves tartós megállapodást kötöttünk a várossal, és valóban együttműködtünk, és együttműködünk mind a mai napig abban, hogy ez nem az iskola működhessen az és fejlődhessen. Az, nem okozott-e gondot az, hogy végül is ugye az önkormányzati intézmények államosításra kerültek? Végül is az önkormányzatnak már nincsen tulajdonképpen semmi iska jogosítványa, ha csak nem külön kapott. Tehát ebből adódóan ez a jogi helyzet, amit az állam önmagat csinált, mondhatnám azt, hogy a automatikusan a ciszterci Rend művészetoktatás intézményeként működhetett volna tovább. De hát mivel úgy döntöttek, ahogy itt a városnak már tulajdonképpen nincs funkciója, ha csak nem megkapta az ön, ami a kormánytól az, hogy lehet iskola fenntartani. Megmondom őszintén, hogy ennek a részleteit én nem ismerem, mert bizonyos értelemben nem is rám tartozik. Tehát hát nyilván igen. ezt a város és az állami iskola fenntartóak, lébezbe központ, ezt megoldották hát egymás igen, között, de pillanatnyilag ennek semmilyen jelét no. nem látom, hogy ez gondot jelentene. Azért mégiscsak a Lővei Gimnázium, mint az egykori uh, Mi Asszonyok Iskola uh, helyén, működő iskola, próbálja őrizni és hordozni azokat a hagyományokat, azokat a, azt a presztizt, hát amit ugye a megörököltek, nagyon tisztességesen és és odafigyelő módon, és egy értékes intézmény. Tehát Igen. azt gondolom, hogy az a városnak semmiképpen nem érdeke, hogy ez bármilyen módon is átalakuljon, megszűnjön. Én örülök annak, hogy a közös együttműködés révén egy egy szellemi, lelki műhely, mert azért minden iskola legyen az egyházi vagy 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 állami fenntartás ezt a célt szolgálja, hogy szellemileg, lelkileg fölkészítse a fiatalságot az életre, a saját életükre, a társadalom javára. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy töretlenül megy tovább ez a történet, és, és hát az épület is megújult állami önkormányzati segítsége és támogatással, és a megújulás különböző fázisain nagyon nagy tisztelettel meg is hívtak engem is mindig, és nagyon szívesen vettem részt egy-egy ilyen ünnepélyes alkalomkorra, amikor, amikor az intézmény maga is, ugye, hogy én mondjam, infrastruktúrálisan fejlődhetett. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan iskola példája az egyházi önkormányzati állami együttműködésnek, ami, ami, sokáig emlegetett lesz, legalábbis Pécs történetében biztos. Na, örülök neki, hogy végül is rendezőt, mert tudom, hogy akkor volt egy <coughs> is, hogy most mi lesz akkor, hiszen megállapodtunk, stb. Ha már itt szóba került, ugye 2011-ben, hogy mondod, amikor elöljárója lett, hogy alakult ez a ez, hogy végül is egy, egy tanárból, természetesen a szerzetesen de egyik jeles tagjából, Zakar Polikárt utódjaként Zilce költözik. Ennek azért van egy gondolom egy olyan szervezeti és döntési mechanizmusa, ami nem egyik napról másikra megy, automatikusan, hanem annak van azért. egy mégis nem biztos, hogy mindenki tudja az, hogy hogy történik egy apát választása. A közvélemény, az kedves nézők és hallgatók, azok gondolom azt tudják, vagy úgy tudják, hogy az egyház egy szigorú, merev hierarchiában működő rendszer. Ami hát részben igaz, ez egyfajta stabilitást ad, egy vázat ad az egyház közösségének természetesen, de ezen belül a szeretes közösségek azok egy óriási autonómiát, külső-belső autonómiát élveznek, főleg a pápai jogi szeretes rendek, így például a bencések, ciszterciek és még sorolhatnám és egyfajta demokrácia is uralkodik, az a belső szabadságra vonatkozik. Tehát mindig az előjárót, kivéve jezsuitákat, de a monasztikus közösségekben általánosan az a jellemző, hogy a közösség demokratikusan titkos szavazással önmaga közül választ előjárót hosszabb, rövidebb időre. Van olyan közösség, ahol ad tehát élete végéig előjáró marad valaki, van ahol 10 évre, van ahol 6 évre, van ahol 15 évre. Ez a különböző közösségeknél a saját belső, közösen kialakított belső szabályzatuk szerint történik, meg a, történik az időtartamnak a meghatározása. És akkor, hogyha egy határozott időre szól ez az előjárói apáti, vagy apátnői, vagy, 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 egy egyszerűen provinciális tartományfőnöki mandátum, akkor azt az idő lejárta után természetesen ugyanilyen demokratikus módon titkos szavazással lehet megújítani, vagy éppen mást választani. Nem mindig a mást választanak, az nem mindig azt jelenti, hogy az előző az alkalmatlan volt. Lehet, hogy a pillanatnyi igények, az új kihívások, vagy éppen a fölnövekben nemzedék köréből egy alkalmasabb, még karizmatikusabb személy kerül ki. Aztán vannak olyan közösségek is, ahol limitálva van. Tehát ha valakit kétszer megválasztanak, már nem lehet megválasztani. Tehát át kell adni a helyét. Igen, igen. Ez egy egészséges belső körforgást is eredményez, természetesen, úgyhogy a, a híresztelések ellentétben óriási demokrácia van, legalábbis ebben a vonatkozásban mindenképpen. Aztán nyilván, mivel a közösség saját maga közül választ valakit, ezért méltó és igazságos, hogy utána engedelmeskedjenek is annak, akit maguk ajándékoztak meg a bizalmukkal. Tehát egyfajta koherencia, kényszer is van a testvérekben, a közösségi életet illetően. Nálunk hat évre szól a megválasztás, a mandátum, és hát én is így került ebbe a szituációba, vagy rendi közgyűlés, a konvent káptalan e, tart egy próbaszavazást, akkor kiderül, hogy ki az a két három ember, aki úgymond szóba kerülhet, esélyes lehet, tehát nincsen kampány, tehát ez nem a, nem a politikai <laughs> életben megszokott kampány, és uram, bocsán, sárdobálás, és intrika, és mindenféle egymásra való licitálás, az, az nem létezik nálunk, ez tilos is, meg nem is, nem is jellemző ez a fajta igény a közösségeken belül. Akkor ez a próbaszavazás nálunk ez így lezajlik, akkor utána gyakorlatilag van egy rövid szünet, és aztán kezdődik az éles szavazás, amikor már a, a szóba került két-három ember közül szoktak rendszerint választani. Ha az első körben valaki megkapja a kétharmadot, legalább akkor nincs több szavazás, akkor ha elfogadja a közösség bizalmát az illető, akkor bizony ő lesz az előjáró arra meghatározott időre. Ha pedig nem ér el a kétharmadot, akkor gyakorlatilag a harmadik fordulóig, tehát két forduló után, a harmadik fordulóban már untig elég az 50 plusz egy. Hát én, hogy így mondjam, én hamar a gyors vonat elé kerültem, mert, mert ha jól emlékszem, 80 fölötti volt már az első, körben a szavazati arány, így aztán hát az ember... Eldőlt a sorsom. Eldőlt a sorsom, de én azt mondtam akkor a testvéreknek, a rendásaknak, hogy hát nem rólam szavaztatok, hanem magatokról. Igen. Jó. Hadd kérdezzem, ugye van ennek egy női rend ága is. Kismarosom, még Timár Ágnes, amikor létehozta, én is többször jártam nála. Végülis ők is bekerülnek ebbe a szavazati mechanizmusba, vagy ők külön vannak? Igen, hát ugye a, a rendek a belső szervezete az úgy néz ki, mint uh, legalábbis a középkorban így nézett ki, mint egy családfa. Tehát uh, az alapító közösség, az alapított közösséget, hogy így mondjam, felügyeli, de egyfajta atyai szeretettel ezt nevezzük filiációnak, tehát uh -huh. apa-fiú viszonynak, és akkor gyakorlatilag ebből egy csodálatos egy ágrajz alakul ki, hogyha a középkori apácsonyok alapításának a rendszerét fölvisszük egy ilyen ágrajzra. Ez aztán később ugye a történelem folyamán föntarthatatlanná vált, és akkor kialakultak az úgynevezett a kongregációk a 19-20. század, főleg a 20. században, amely tulajdonképpen részben ezt a filiációs rendszert is magában foglalja, részben pedig nyelvi nemzetiségi alapon szerveződik. Ezért van Osztrák kongregáció, ezért van lengyel kongregáció, ezért van magyar kongregáció, és a magyar kongregációnak három monostora tagja, ugye az írci apátság, mint a, a kongregáció feje. A monostori szövetség, hogyha a kongregáció szót le volt. a monostori szövetségnek a feje, a dallasi apátságunk, ahova ugye a második világháború után és az 56-os meg az államosítás alatt az emigráns atyáink kitelepültek, és ott elkezdik újra az életet. És a harmadik monostor pedig a kismarosi ciszterci női monostor, akik nem olyan régen most már az újraindulás, a rendszerváltás után időszakban csatlakoztak a kongregációhoz, a közösség egészéhez. És van még egy női monostorunk a Regina Mundi érden, akik, nem, akik zirci alapításúak, mert zirc egyik mezőgazdasági majorjában kezdi el a világháború ideje alatt a női monasztikus ciszterci életet ez a közösség. Zirci lányokból részben, <kül> és alakult ez a női közösség. Ez a, ez a, női közösség a Regina Mundi pillanatnyilag a generális apát alá tartozik közvetlenül, de hát egy olyan szoros lelki kapocs van Zircel, az Zirc az és a Regina Mundi apátsága között, hogy gyakorlatilag tulajdonképpen mi egy családnak tekintjük önmagunkat, még akkor is, hogyha nem vagyok egyházjogilag az ő előjáróik, uh -huh. vagy, vagy, valamiképpen az Zirci közösség nem fölötte áll, hanem tulajdonképpen belőle származik. Úgyhogy ezt a reginemundi Mundi közössége nagyszerű módon tartja és büszke erre, és hát imádkozunk is egymásért kölcsönösen. Ugye említetted generális. Azt hiszem büszke lehet Magyarország, hogy egyetlen egy rend, a, és a ciszterci rendnek a generálisa, a Vatikánban az akarpoliká volt magyar származású. Nem volt ez olyan, azt hiszem, hogy olyan jellemző, hogy mondjuk magyar személyiség kerüljön a ciszterci rend legfelső csúcsára a Vatikánba ez azért mégiscsak valahol ad egy, 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 büszkeséget is, és egy tartás is, még kötelezettséget is, hogy azért az, azért azt nem mindegy, hogy. És hát végül is annak utódjaként előbb-utóbb lehet, hogy Dékány kind Sixtus of lesz a generális. Tehát itt, amit nem tudtam érdekes a bencéseknél, a szaupolói, közösségben én magam is voltam, hogy, hogy a ciszereknek még Dallasba van egy ilyen úgymond Kihelyezett Men me menekülő útvonal volt igen. Igen, igen. És említetted azt, és ez, ez egy érdekes dolog, hogy végül is valamikor a rendek, a földművelése, önmagának a fenntartása, tanítása, egyáltalán magának a föld szeretete állat, és hogy ez a kérdés még nem dölt el a magyar politikába, hogy a rendeknek és az egyházaktól elkobzott, 70 évvel elkobzott vagyonnak a rendezésével, hogyan lehetne ezt a fajta tevékenységet akár az önállátás szempontjából úgy rendezni, hogy ne kelljen a mindenkori kormány kegyét <laughs> arra, hogy, hogy támogassa azt, aminek jelentős értéke lehetne. Tehát azt hiszem, hogy nem volna rossz, ha mindenki, minden egyház tudná az, hogy mennyi lenne az öröksége. És ez az örökség összege dönti el, hogy megbízom az államot, hogy kezelje, és én nekem ennyire volna szükségem ahhoz, hogy ellássam a feladataimat, és nem kell nekem támogatást adni. Nem tudom, mit szólsz ehhez, hogy előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy ez a kérdés is megoldódik Magyarországon? a kedves nézők és a kedves hallgatók nem tudják, de most elárom nekik, hogy mi erről már egymás beszélgettünk korábban is. Uh, Neked nagyon jó ötleteid voltak akkor, de mondja. Számos, számos vita volt, fiatalként emlékszem erre a rendszerváltás környékén ebben a kérdésben, hogy mit kapjanak vissza az egyházak és mit ne. Mi az, amit visszakérjenek, mi az, amit elbírnak, mi az, amihez értenek. Én azt gondolom, hogy egy kettős uh, irítség, féltékenység alakult ki a modernkori társadalomban az egyházzal, már most a katolikus egyházal beszélek, Igen. a katolikus egyházzal szemben. Egyrészt visszamutogatnak ugye sokan. Uh, Műveltnek mutatva magukat, de alapvetően félműveltem, vagy még úgysem, azokra az időkre, amikor, amikor az egyház ugye gazdag volt és hatalmas volt, és gazdasági potenciájával bizonyos politikai befolyást, sőt nagy befolyást gyakorolt a politikára Európában és szerte a világban ez igaz, a mi rendünk is tulajdonképpen azért jött létre, mert a bencés rend, a kluni és közösség mondjuk egy gazdasági potenciálja és politikai befolyása már, hogy így mondjam, felülírta a szerződési lelkületet, életformát egy kicsit, és ezt negatívan befolyásolta. Tehát az arányokra mindig vigyázni kell, nem csak az egyháznak, minden embernek. Tehát egy családon belül is, hogyha ha túl sokat dolgoznak a szülők, tönkre megy a házasság, tönkre megy a család, megromlik a légkör, a gyerekek zavart viselkedésűek lesznek, nem tudják azt a szellem teljesítményt produkálni. De egy munkahelyen is, ha túlhajtják a, 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 a munkavállalókat, akkor nem lesz olyan minőségi a munka, nem lesz olyan fajta, hogy is mondjam, távlatossága egy szégnet. Az arányokra mindig vigyázni kell, evésben, ivásban, munkában, még a, még a kultúrában is. É, tehát azt gondolom, hogy egy, egy, helyes arányokat megtartva mégiscsak ez volna igazából a járható út. A nagy francia forradalom hintette el ugye a történelemben és a, a, az újkori és aztán a modernkori társadalomban és továbbé ez a szemlélet mondta, hogy a gazdag egyház, aki, ami mindent megengedhet magának. Ugyanakkor pedig azt is látnunk kell, hogy mindezt, amit ma világszerteleg Európában mutogatnak műemlékként, az vagy ókori, vagy középkori emlék, legyen az irodalom, szobrászat, festészet, építészet, költészet, számos ókori irodalmi kincset ugye úgy tudunk megőrizni, úgy tudtunk megőrizni, hogy az egyház lefordította. Én azt gondolom, hogy valóban fontos lenne az, hogy egy olyan fajta gazdasági bázis legyen az egyháznak, amely függetleníti őt a mindenkori politikai hatalomtól, és tulajdonképpen a társadalmat valóban úgy szolgálja, ahogy nem szorul senkire, hanem igazából adhat. Nagyon jó. Ez egy végszónak is remek. Tulajdonképpen érdemes ezt azért napi renden tartani mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy az egyházak szerepe a társadalomban jelentős lehet hiszen őket nem kötnek határok, hanem kötik a szolgálat, és a szolgálat, Az pedig nem kell kegyeket gyakorolni, hanem önállóan tudja végezni. És valójában őszintén, Szent tudjuk, hogy hogy ugye a saját munkánkból megélve és abból adva másoknak, az sokkal hitelesebb, mint másoktól kérünk, és aztán abból visszaadunk. Így Tehát van. én azt gondolom, hogy ez a fajta önfenntartó rendszer biztosan hasznosabb volna arányosan és megfelelő bölcsességgel. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Az az érzésem, hogy fogunk mi még találkozni, tudnék, amit te elkezdtél mondjuk a manufaktúr, sörgyártás és egyebek dolgokat, ezt sem mindenki ismeri, és ez is egy olyan, hogy igenis tud önállóan olyan dolgokat tenni, ami talán függetlené teszi előbb-utóbb az állam kegyeitől. Köszönöm szépen, hogy együtt lehet. Én is köszönöm a lehetőséget.